Ezt a tavaly beszerzett utcaseprű járművet is felkészítették a téli szezonra a Városgondozáseger Kft-nél. A hideg idő beálltával a seprők helyett mozgatható hólapáttal és sószóróval látták el, a többi társához hasonlóan. Ezek szükség esetén nagy részt a gyalogos övezetekben, és a szűkebb utcákban teljesítenek majd szolgálatot a városban, ahová a nagyobb járművek nem férnek be. A Városgondozás gépszemléjén elhangzott, a 24 órás téli hóügyelet november 15-től március 15-ig tart. A közterek és úthálózatok síkosságmentesítését pedig egy 18 fős személyzet biztosítja majd. Mint mondták, a Magyar Közúttal idén is együttműködést tartanak fenn, hogy rossz idő esetén időben elkezdhessék a munkálatokat. A legfontosabb vonulási útvonalak az úgynevezett elsődleges prioritású útvonalakon egy órán belül megjelenünk. Utána pedig a második, harmadik kategóriákban felsorolt útvonalakon is a csapadékos időjárás megkezdése után néhány órán belül megjelenünk. Ezt a prioritási sorrendet, illetve a közterületi utcalistát az önkormányzat bocsátotta a rendelkezésünkre, ez egy frissített lista. Hozzátette, a korábbi évekhez képest több jármű teljesít szolgálatot télen, hogy az esetleges műszaki meghibásodások esetén is időben elvégezhessék a síkosságmentesítést. A gyalogos útvonalakat és buszmegállókat kézi erővel fogják takarítani. Ehhez a város teljes területén kihelyezték a só és faforgás tároló edényeket is. Felhívták a figyelmet, az ingatlanok bejárata előtti járdaszakasz tisztítása továbbra is a lakók felelőssége, míg a téli gumiabroncsok használata a gépjárművel közlekedőké. Elhangzott továbbá, hogy a lakossági bejelentéseket két ügyeleti telefonszámon fogadják a Városgondozás munkatársai.